A vasárnap kezdődött havazás nem okozott különösebb gondot a közlekedésben. A községben már minden elsőrendű út járható. Keletkeztek ugyan hóátfúvások az erős szél miatt a kritikus helyeken, de a tiszamenti vízművek munkagépei folyamatosan a terepen tartózkodtak, összegezte a munkálatokat a településrendezési közvállalat igazgatója. Egyedül Kispajac Ludasi szakaszon sajnos a munkagépek is elakadtak, és ezt az éjszaka folyamán nem sikerült megtisztítani. Most a délelőtt folyamán arra a szakaszra is gépeket összpontosítanak, és Szabadka község határig meg fogják tisztítani, habár a Szabadka község határtól a szabadkai részen nincs megtisztítva. A szolgálat időben felkészült a téli hónapokra. A kritikus szakaszokkal számolnunk kell, sajnos ott nem tudtunk előrelépni, hogy esetleg hófogókat építsünk be, egyrészt nagy költség, másrészt pedig az útövezet mindenhol keskeny. Úgyhogy azokon a helyeken tudjuk, hogy ha a szél fúj, akkor, és száraz hó esik, akkor problémákkal kell szembesülnünk. A sómennyisége, az induló sómennyiség 80 tonna volt, és megrendeltünk még 100 tonnát, tehát annak a leszállítása a folyamatban van. A téli szolgálat gépparkja mintegy 40-50 munkagépet számlál, ebből az első havazásnál 8 lett üzembe helyezve.